Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket, a mai témánk szívből élni. Mindhárman az Anamei program oktatói vagyunk, név szerint László, Mária és Sándor. És ez alkalommal is saját példáinkon keresztül szeretnénk megmutatni nektek, hogy számunkra mit jelent ez a szívből élni. Többen kérdeztétek már az interneten keresztül, és ezért vetettük fel ezt a témát. Jó, hát akkor kezdem én, hogy nekem mit jelent. Inkább elmondanám, hogy honnan indultam, és most hol tartok, tényleg így röviden. Én ahonnan jövök, vagy ahogy visszaemlékszem, én nem nagyon tudtam a szívemhez kapcsolódni. Nekem olyan erősek voltak ezek az elvárások, meg hogy hogy kell élni, meg hogy illik, meg hogy nem, hogy én igazából nem tanultam azt meg, hogy a szívemhez kapcsolódjak, vagy figyeljem a szívem hangját, a szavát. És nekem ott volt egy nagyon nagy változás, amikor elkezdtem erre figyelni. Tehát nem az elvárások, meg a hogy illik, meg hogy kell, meg hogy nem kell, hanem hát rájöttem, hogy nekem itt van valami élő szerv bent a mellkasomba, és ez jelez. És vannak érzelmeim, és hogy halljam meg ezeket az érzéseket, vagy érzelmeket. És hát ez nagyon izgalmas volt így ez a belső találkozás, amikor így megérkeztem ehhez. De majd még folytatnám, hogy most jelenleg hol tartok. Most minden esetre ez a kapcsolódás megvan, tudatos vagyok rá, minden pillanatban figyelem az érzéseket, az érzelmeket, és nem mondom azt, hogy mindig követem, mert közben nagyon sok mindent már megtanultam, de ezeket majd el fogom később mondani, hogy ez most hogy működik. És hogy érzed, hogy mennyire változtak az érzéseid közben? Miközben ezt a fejlődést megtetted. Mennyire tudsz szívből élni most, ahhoz képest, ahogy régebben? Hát a régihez képest egészen más, de szóval nem igazán, azért makogok itt, és azért vagyok ilyen bizonytalan most ebben, mert én nagyon sok mindent megteszek úgy, hogy a szívem azt mondaná, hogy ne tegyem meg. Például ezt a videót sem venném fel, és nem ülnék itt veletek is előttetek, mert a szívemben egy olyan félelem van, ha én ráhallgatnék, akkor én nem ültem volna ide le, és nem mondanám el a tapasztalataimat. Ez a szerepléssel kapcsolatos? Egyáltalán igen, megnyilvánulni, megmutatni magam a világban. Ez olyan stressz és olyan félelmet indít el a szívemben, hogyha erre hallgatnék, akkor nem csinálnám. Nem csinálnám, beülnék egy szobába, magamra zárnám az ajtót, és ennyi. Na, ott jól érezném magam, és akkor azt mondanám, vagy úgy érezhetném, hogy na most szívből élek. Aha. Ja, ez nagyon érdekes. Igen, ezzel kapcsolatosan. És mennyire éreznéd azt, melyiket érzed az igazságban viszont? Melyik cselekedetet, hogy bezárkózol, vagy kiülsz ide a kamerák elé, és beszélsz? Hát mivel itt ülök a kamerák előtt, ezt azért, mert ezt érzem, hát igazságban, hogy ezt meg kell tennem. Hát ez nagy bátorság kellett. Kellett, igen. kellett, és én ezt érzem, meg élem, hogy mióta így merem meghallani a szívem, és azt érzem, hogy állandóan bátornak kell lennem, és beleállnom olyan helyzetekbe és dolgokba, amit egyébként, ha a szívemre hallgatnék, és az ott dübörgő félelmekre, akkor nem tenném meg. És régebben ezt mennyire csináltad volna meg? Mielőtt még elkezdted az Anamei programot? Igen, akkor régebben, akkor is beleálltam a dolgokba, de akkor erőből. Tehát nem arra figyeltem, hogy mi van a szívemben, hanem ott is megfeleljek a környezetnek, a világnak, feladatoknak. Akkor erőből álltam bele, elnyomtam a szívemnek ezt a félelmét vagy hangját, és úgy toltam végig. De ezt most már nem tudom.
csinálni. Az az erő már lement ugye a gyakorlással, és valami más minőségben tudok most működni. Akkor is megtettem a félelmek ellenére, de akkor úgy, hogy nem tudatosítottam. Nincs félelem, nem létezik, hülyeség, gyerünk csinálni. Most viszont megvan a kapcsolata a szívemmel, és így ezzel a félelemmel együtt, én mindig úgy szoktam ezzel a félelemmel kapcsolódni, mint egy valós lényhez, aki él, és szoktam vele beszélgetni, és azt szoktam neki mondani, hogy figyelj, itt vagy, tudom, elfogadlak, rendben, gyere, és most együtt megcsináljuk. És én így szoktam bele állni, vagy beletenni magam azokba a dolgokba, amik nagyon erősen félelmeket hoznak fel benne. És ezt hol érzed, hol szünetik meg ez a döntés, hogy ez így állj hozzá? Fejben döntöd el, vagy máshol? Hát ez jó kérdés. Nem tudom, van valahol egy belső tudásom, ami azt mondja, hogy ezt így kell csinálnom. Erre most így nem tudok máshogy választ adni. Egyszerűen annyira fontos nekem a fejlődés, meg hogy tovább haladni, meg magasabb szintekre jutni, hogy így tudom kezelni ezeket a félelmeket, meg amit a szívem mond. Annak nagyobb az ereje a fejlődésnek, annak a vágynak, hogy én azt szeretném elérni, hogy így tudok haladni a félelmei ellenére. Ez nagyon izgalmas, amit mondasz. És akkor a félelmeket úgy elnyomod, vagy... Na most ez a különbség. Vagy... Hogy régen elnyomtam. Uh-huh. Elnyomtam, csak és akkor most is mentem. Érzed, hogy most mi történik ilyenkor a félelmekkel? Ott vannak velem, együtt megyünk, és egyszer csak valahogy kipukkannak és megszűnnek. Tehát azzal, hogy beleállok a helyzetbe, vagy a szituációba, vagy a feladatba, ami félelmetes, valahogy, ahogy beleállok, és elkezdem a folyamatot, megcsinálom, egyszer csak úgy átfordul, meg kipukkad, meg eltűnik. És valahogy az jut eszembe, hogy így átrágom magam ezen a félelmek rétegén, és így haladok előre, mint egy ilyen kis, nem tudom, hernyó, vagy kis giliszta, aki rágja át magát a földben. Kis kukac, akiből pillangó lesz. Tehát, hogy pont az a lényege. És gyönyörű szép pillangó. És így működök most. Jó, hát én meséljetek, hogy nálatok mi van, vagy mondjátok. Nálam ez a szívből élni, én ezt ott tapasztalom az életemben, vagy régebben, még mielőtt találkoztam volna egyáltalán ezzel az Anami programmal. Ugye, amikor rüdöröltem a lányoknak, akkor férfi ember vagyok, stb., akkor persze szerettem volna minél jobban kapcsolódni, de éreztem, hogy van valami határ, amin nem tudok tovább menni. És először kivetítettem, hogy hát bennem nem lehet hiba, hát hogy lehetne. Biztos akkor a külvilágban van ez a probléma. És amikor ugyanazok a visszajelzések jöttek a partnerektől, hogy mindig ugyanaz volt a probléma, mindig ugyanott siklott ki a dolog, a kapcsolat, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy hát lehet, hogy bennem van valami, ami ezt akadályozza, hogy igazán tudjak szívből kapcsolódni. És akkor ennek a felderítésébe kezdtem bele. És persze olvastam a könyveket, próbáltam fejből megoldani a dolgokat, mert hát persze megpróbáljuk. De éreztem, hogy nem ott van a megoldás. És amikor elkezdtem, megtaláltam az Anami programot, akkor éreztem, hogy hú, itt valami történik a mellkasnál. Éreztem, hogy a stresszódolabda gyakorlatilag miért fáj annyira? Hát ennyire nem fájhat. Hiszen én bírom a fájdalmat, a testi fájdalmat, de mégis teljesen más volt. És ahogy éreztem, hogy egyre jobban nyílik a szívem, éreztem, hogy a saját érzéseim, mint hogy átalakulnának az érzetek. Egyrészt abban, hogy a belső stabilitás jobban megtaláltam, kevésbé lehetett megrángatni engem. De régebben, ha volt egy szituáció, féltem attól, hogy bántanak, féltem attól, hogy valami negatív jön, és akkor lezártam, és akkor nem engedtem, mert én tartom magam, hiszen erős férfi ember vagyok. De aztán, amikor végre elkezdtem, hogy igazán nem is azt mondanám, hogy nyitni a szívemet, hanem felszabadítani. Ez talán jobb szóra. Amikor felszabadítani, és akkor tudtam igazán kapcsolódni másokhoz is, és önmagamhoz is. Ez nagyon fontos volt. És akkor jött meg az a
belső stabilitás, rendíthetetlenség, meg maga az a bátorság, hogy belemerek állni az érzelmi szituációkba. Saját magam felé is, meg hogy másokat közelebb tudok engedni a szívemhez, és saját magamat is megmutatni. Valahogy nekem így sokkal élőbbé vált a szív. Számomra inkább ez jelenti ezt, hogy szívből élni. Ugyanakkor viszont egészen más, emelkedettebb, tisztább érzések is feljöttek ezzel a fejlődéssel. Számomra ez? Igen, és egyébként én a sok-sok évvel ezelőtt, amikor elkezdtem gyakorolni, nagyon látszik így, hogy más is voltál. Tehát, hogy elindult egy olyan változás, ami nagyon megváltoztatta hogy az arcvonásaidat, meg így a külsődet, meg a külső kisugárzásodat is egyébként. Tehát, hogy érezhetően, hogy... Te láttad is ezt? Lehet látni, amikor az elején, amikor én elkezdtem gyakorolni, és voltam az óráidon, hogy így nagyot változtál, így megváltozott a külsőd is, csak ezt akartam mondani. Jó irányba én azt érzem, meg én akkor is azt éreztem. Köszönöm a visszajelzést. És nálad, Sándor, hogy volt ez? Hát én abszolút a szívből élni típus vagyok, mert rám nagyon, nekem nagyon sok érzelmem van, és ezzel együtt pedig egy párosul egy nagyon-nagyon magas fokú érzékenység is. Tehát én nagyon érzékeny vagyok a külvilágra. És ezzel kapcsolatosan én azt, ez főleg régebben volt rám jellemző még, hogy rám leginkább ez a zabolátlan érzelmek voltak. A leginkább jellemzőek. És ez a, tudjátok, ez a szinte ilyen önfegyelem nélkül, vagy annak a hiányában, így kérletlenül is mindig megmondtam az érzéseimet másoknak, vagy másokkal kapcsolatosan. Jót, rosszat nem számított. És egyszerűen ami a szívemben, az a számom volt mindig. Mindig mindenkiről meg volt a véleményem. És ezt fontosnak is tartottam elmondani. Kéretlenül is. Szívből értél. Nagyon. Követed a színedet. Igen. A hangját, szavát. Igen. És a helyzet az, hogy amikor... tehát bennem nagyon sok érzelem és ezzel együtt nagyon sok gondolat volt mindig velem és bennem. És amikor én pánikbeteg lettem, akkor ott éreztem meg azt, hogy milyen, amikor a pánikbetegség az érzelmeket és a gondolatokat meg sokszorozza. Mármilyen ilyen elviselhetetlen állapotban. Én úgy érzem, hogy így megtapasztaltam így az őrültség vagy az őrület határait. Tehát, hogy még nem lettem az, de közel kerültem hozzá. Pont emiatt. Nagyon zavaros, zűrzavaros állapotba kerülve. És nekem... én igazából nekem ez segített rálátni arra, hogy ezek igazából ezek a igazából a magja egyfajta békétlenség volt, meg egyfajta túlfűtöttség, egy hevesség. A békétlenség azzal kapcsolatosan, hogy fontosnak tartottam, hogy a dolgok jók legyenek, és hogyha azok nem jók, akkor azokat inkább nem megjavítani akartam, inkább eldobni. Aha. Nem volt az elég türelmem. A hevesség az pedig inkább úgy tudnám mondani, hogy ha jó kedvem volt, akkor nagyon jó kedvem volt, ha rossz, akkor meg nagyon rossz, értitek. De nem volt kiegyensúlyozva egyáltalán. És nekem a gyakorlás ebben nagyon sokat segített. Nem, egyrészt a pánikbetegségem elmúlt, tehát az a NAMI program gyakorlatai, nek hála. A pánikbetegségem elmúlt, és sokkal inkább érzelmének kiegyensúlyozottabban érzem magamat. És én a pánikbetegség kapcsán, és e között a különbség, ahogy most vagyok, és az akkori állapotomhoz képest, én nagyon azt látom most már, hogy így nagyon sok esetben így az érzelmeknek így a sokassága, meg a gondolatoknak a keszekuszossága könnyen összezavarják az embert. Aha. Nagyon kivillentenek. Igen. Úgyhogy... nekem nagyon sok erőt és stabilitást adott, és fegyelmet az NAMI program. Mert én úgy gondolom, hogy ez abszolút ez ennek köszönhető. És érzem is, hát jól vagyok. És most mennyire érzed, hogy szívből élsz? Megmaradt. Tehát, hogy ez nagyon megmaradt. Viszont nincsenek ezek a kitörések vagy kicsapások. És ez azt jelenti, hogy nem tudnak a dolgok mélyre lehúzni. Tehát nem tud például rossz kedvem lenni, nem tudok negatívvá vagy negatívba kerülni. A harag vagy a dű nem hatalmasodik el, vagy ül rajtam például sokáig, értitek? Vagy a félelem nem ül ott rajtam folyamatosan, hanem olyan vagyok, mint egy ilyen
bányász, aki ilyen folyamatosan és megállíthatatlanul dolgozik, csak hogy minden inkább a mélyére ásson ezeknek a gyökereig, és onnan azokat kitisztítsa, hogy minél inkább ne azok, hanem ez a fajta, hát ez az új ember, amit így érzek, aki így születik, hogy ez az, ami meghatározza az életemet, a döntéseimet. Mennyire tudod, a külső ingerek mennyire vannak hatással most? Mi a különbség? Nagyon érzem régen őket. Nagyon érzem. Ugyanaz az inger például. Aha. Ugyanaz az inger, ugyanúgy, például amikor a szüleim veszekednek, még mindig nagyon fáj. Tehát régen nagyon-nagyon kivoltam tőlük. Nagyon megviselt. Most is megvisel, de így valahogy így a szeretet is sokkal több is így az irányukban. Aha. Régen nagyon haragudtam rájuk emiatt. Aha. Például. És azt érzem, hogy így nem csak hogy erőt, vagy erős vagyok, vagy erőt érzek magamban, hanem nyugodtan végig tudom hallgatni azt, hogy veszekednek, és meg tudom nekik mondani azt, hogy hagyják ezt abba. És többé-kevésbé sikerül. És akkor az érzéseid, az érzelmeid is változtak? Igen, igen. Hát letisztultabbak lettek. Tehát például ezek a régebben, ami nagyon rám jelenz volt, ez a rossz májúság, vagy ez a kritika, tudjátok? Igen. Hát ezek abszolút. Tehát, hogy azt érzem, hogy a szívem annyit változott, hogy igazából teljesen más gondolati és érzelmi sémáim vannak. Mondhatni, és ez ijesztő, ez az új ember tényleg annyira másképpen működik, hogy igazából mondhatni magamra sem ismerek, vagy az érzelmeimre sem ismerek. Értitek? Nem tudnak elvinni azok a negatív érzelmek, amikben régen kényelmesen belefeküdtem, belültem, és úgy voltam, hogy ez így a jó, és ez így a erős. És igazából nem. Nem volt az, mert egy csomó helyzet és élethelyzet alakult ebből adódóan kapcsolatokban, párkapcsolatokban, munkahelyen, amikkel kapcsolatosan én azt éreztem, hogy nagyon sok fájdalom is. Nagyon sok fájdalmat tartott fent. Azok az érzelmi minták, régi érzelmi minták. Tehát változtak az érzelmek. Nagyon sokat is, nagyon letisztultak lettek. Könnyebbek is lettek ezáltal, hogy nem negatív, súlyos, hanem inkább pozitívabb, könnyedebb érzelmeik vannak. Jobban látom, hogy mi az ír. Ezt így tudnám mondani. Igen, ehhez szeretnék még én is egy kicsit csatlakozni, mert ugye az elején itt a fiúk jól kifaggattak engem, hogy itt a félelmek ellenére, hogy állok bele a dolgokba, de én is szeretném azért elmondani, hogy hát nem csak a félelemről volt szó, hanem nekem is, ahogy így itt a gyakorlással, illetve az Anami program segítségével, ahogy ezek a régi fájdalmak, sérelmek, bántottság, sok minden, ami volt, ahogy így letisztulnak, vagy lekerülnek a szívemről, tényleg azt tapasztalom, hogy valami más működésbe kezd el a szívem. Tehát máshogy működik. Ugyanaz a szituáció, ami régen megrángatott, vagy akár örömet okozott, vagy vágy, és minden áron el akarom érni, ezek úgy lecsiszolódtak, tényleg így lelett smirglizve, vagy vésve, és helyette valami más minőség, egy béke, egy szeretet, elfogadás, tehát valami más van, ami már nem rángat, nem billent ki, és ez ad egy stabilitást, egy nyugodtságot, szóval egyszerűen egy más minőséget így a mindennapokban, a hétköznapokban. Ezek a mások az érzelmek. Igen. A Karma Killer című könyvben abból szeretnék felolvasni egy részt, amit választottunk, ahol Anami találkozik Pótárral, és le van írva, hogy Pótárban hogyan megy át egy tiszta, egy letisztult energiarendszerben maga az érzelme, hogyan mutatja meg magát, és hogyan távozik aztán. Ezt most felolvasom nektek. Ez ebből a könyvből van, a Balázs Valéria Anami Karma Killer című könyvből. Maga a keret az, amikor Anami találkozik Pótárral, és ugye Anami rákérdez a sanyarú gyermekkorára, hogy ez miért volt. És Anami mondja, ha már a sorsról beszélsz, akkor adj nekem valami fennkönt magyarázatot a gyermekkoromra is. Lehúnyt a szemét, és fejet hajtott előttem. Amikor újra rám emelte tekintetét, végtelen szeretet, fájdalom és együttérzés volt a szemében. Elszállt a dühöm, és lenyűgözött, aminek tanulja voltam.
Sosem láttam még senkit, aki érzelmeit ilyen tisztán tudná kifejezni. Beszélgetéseink során az is feltűnt, hogy sosem rekeszti meg őket magában. Felbukkan egy érzelem, megnyilvánul teljes egészében és szépségében, majd tovább halad, átadva helyét egy másik érzelemnek. Ilyen az, akinek teljesen tiszta a szíve. Mély érzései ellenére sem válik rabjává egyetlen érzelemnek sem. Ez az a részlet, amit választottunk mindhárman, ami nagyon szépen kifejezi azt, amiről a saját példáinkban is beszéltünk, ahogy tisztul a szív, teljesen más és tisztább érzelmek jelennek meg. És folytassuk tovább akkor, hogy picit magyarázzuk el, hogy ez miért történik. A gyakorlás, az anami gyakorlás, az anami út járása közben. Mi is történik energetikailag? Nekem egy gyakorlatias példa jut eszembe. Mondjuk vegyünk egy emeletes házat. Ha annak a földszintjén vagyunk, az egy alacsonyabb szint. Most így a szív tekintetében mondhatjuk, hogy egy alacsonyabb energiaszint. Ha a földszinten, egy alacsonyabb szinten vagyunk, akkor ott még az jellemző, hogy a személyes dolgok érzelmileg azok vannak elsősorban. Tehát a félelmek, a vágyak, a bírálat, a sértettség, amik ugye az embernek a személyes részéhez tartoznak, és ezáltal ezek az érzelmek így megragadnak, megtapadnak itt energetikailag a szív területén, és igazából ezek működtetnek, vagy ezek rángatnak, ezeket figyelem, ezeket akarom követni, vagy elkerülni, vagy keresi az ember, vagy kerestem én is így az utakat, hogy most, hogy jól döntsek, hallgassak, ne hallgassak, de hát ez egy elég ilyen útvesztős. De hát ez volt. Én ezt nevezném, hogy amikor még a háznak a földszintjén vagyunk, de van egy magasabb szint. Ez a magasabb szint, ez az emelet. És hogy energetikailag is ez egy magasabb szint a szív esetében is. És hogy ezek a személyes érzelmek, hogyha letisztulnak, leoldódnak, akkor a szív valójában meg tud nyílni egy magasabb szint felé. És ez a magasabb szint, ez már nem személyes, ez már nem egyénhez kötött, ez már egy közös valami, amit mondok rá példát, hogy hála, együttérzés, odaadás, szeretet. És lehet, hogy ezek most így szavak, de az Anami program segítségével, ahogy így haladunk a folyamatainkban, ezeket valójában meg tudjuk érezni és tapasztalni. És hogy ezek az érzelmek, vagy érzések, ezek eleinte lehet, hogy kicsit rövidebb időre jelennek meg hogy az ember meg tudja érezni, hogy most már nem úgy működök, nem rángat meg bizonyos eset, vagy szituáció, amiről az előbb is beszéltünk. És nem is, hogy nem rángat meg, hanem ott tudok lenni azzal a személlyel, vagy helyzettel, hogy nem csak, hogy nem rángat meg, hanem érzem a szívemben az elfogadást és a szeretetet. És ezt nevezem én, hogy a földszintről feljebb került az ember egy magasabb szintre, az emeletre, de hát közben ott lépcsőkön fel kell haladni, és hát ez a lépcső, ez az út, amit itt az Anami programmal mi folytatunk, ahogy tisztítjuk meg energetikailag a szívünket ezektől a régi és személyes dolgoktól, vagy energiától, vagy mintáktól. Viszont ehhez kell bátorság is, hogy belenézzünk a szívünkbe, hogy mi ez, amit érdemes most már feldolgozni, kitakarítani. És a példáinkon keresztül is láthattátok, hogy így változik meg az embernek a saját látása a világra, a szívének a vágya, az, hogy szívből élni. Hogyha tisztább a szív, akkor sokkal másabb érzelmek, sokkal tisztább érzelmek kerülnek, mint hogy az előbb említetted. Akkor, mint egy magasabb energiaszinten, mint hogyha egy háznak a felsőbb szintjén lennénk. Sokkal nagyobb távlatok nyílnak előttünk. Sokkal több tere lesz a szívnek, hogy befogadja a szeretetet, és tudja adni a szeretetet is. Ehhez viszont bátorság kell, hogy szembenézzünk a szívünkben lévő fájdalmakkal, akadásokkal. És
Ez az, ami viszont segít abban, hogy a fejlődés útján legyünk. Ehhez viszont ugye hogy tudtunk eljutni, akár mi hárman is, illetve akik az alami programban vannak. És itt jön be a rendszeres gyakorlás az alami gyakorlatokkal. Ha valaki nem tud eljutni hozzánk, még ő is tud gyakorolni a YouTube csatornán, amit most is néztek, találtok a anami gyakorlatokat, amik otthon végezhetők, illetve a honlapunkon, és ez a fejlődés, amit az előbbiekben hallhattatok, nálunk is végbe ment, és ez segítik az anami gyakorlatok, akár hogyha valaki nem is tud eljönni hozzánk, még a YouTube csatornánkon fönt vannak az otthon végezhető gyakorlatok, vagy akár a honlapunkon, illetve ez segíti szívcsakrához tartozó anami CD, ami olyan gyakorlatok vannak, amik segítik, hogy minél tisztábban váljon a szív, minél mélyebben felszabaduljon. Vagy a szívcsakrához tartozó kristályok, több fajta is van. Illetve az anami vizek, amik a szívcsakrához tartoznak. Szívcsakra víz. És Magyarország, felemelem a szívem mantrával. És ide tartozik még a karmikus tisztító víz is. Ezek segítenek, hogy feloldjuk azokat az elakadásokat, amiket az előbb is hallhattatok a mi példáinkon keresztül, hogy felszabaduljon a szív. Amit szeretnétek hozzá? Szerintem elmondtuk. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha szeretnétek még ilyet, kövessetek, azaz iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket a social médiába, a Facebookon vagy Instagramon. És természetesen várunk benneteket a központjainkban is. Sok szeretettel. Minden jót nektek, jó gyakorlásokat, és ijetek bátran szívből. Sziasztok!